Na, nagy szeretettel köszöntlek, örvendek, hogy eljöttetek. Hát én röviden, ugye Csák János urat nem kell bemutatni, sok mindené felel, de a szakképzésért is felel. És hát itt ilyen minőségében kértük, hogy jöjjön el közénk. Pászti Bea professzorasszony, ő a Semmelweis Egyetemnél, hát kisebb-nagyobb gyerekeket próbál nevelni, jóra inteni, na, segíteni, hogy beilleszkedjenek a társadalomba. És József igazgató úr, Barta József igazgató úr, egy iskolát vezet, ahol több száz gyereket próbál ő is napról napra jobbá tenni. És az igazgató mindig a tanári kart kell, hogy vezessem. Én a Szent Ferenc Alapítványnál tevékenykezek, közel 300 nevelőnk van, és hát ugye nap mint nap kérnek tanácsot tőlem is, meg most már hozzád is fordultak bizalommal, hogy hogy tudnának eredményesebbek lenni. Na és úgy gondoltuk, hogy a nevelőknek létrehozunk egy iskolát. Én úgy neveztem ezt, hogy játékosan, hogy a Názáreti iskola. Azért, mert a Boldogságos Szűzanya olyan eredményesen nevelte a fiát, hogy lám-lám megváltónk lett, és hogyha mi is tudnánk hát hasonlóan eredményesen nevelni a gyerekeket, hogy társadalomba szépen beilleszkedve, igen, boldogak, örömteli életet élve, családjuk mellett kiteljesedjenek, akkor nagyon jó lenne. Úgyhogy azért gyűltünk össze, ezt a rendhagyó tanévnyitó találkozót megtartsuk, és a két fő előadót, meg hát ugye a oktatásért felelős miniszterurat, hát a szakoktatásért felelős miniszterurat, hát szeretettel köszöntöm, és akkor úgy van, hogy ez egy évig tart, 9 hónap, ez nagyjából 40 óra, Jézus 40 napig volt a pusztában. Minden szerdán lenne a nevelőknek egy-egy ilyen hát online felület, ahol találkozhatnának. 20 óra inkább a nevelésről, 20 óra, hogy hogyan oktatjuk úgy a gyerekeket, hogy tényleg meg is tanulják a leckét. Tehát ez a két lábon járnánk, és én megkérném akkor szeretettel miniszter urat, hogy kicsit biztassa mi nevelőinket, de mindazokat a nevelőket, akik elkezdték a tanévet gyerekek mellett. Nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon örülök, hogy e körben is találkozhatunk. A szakképzés, illetve a felnőtt képzés az egész világon égető probléma. Ázsiától Amerikáig, Európán keresztül. És ugye a magyar kormány ezt fölismerte, hiszen nálam van a felsőoktatás és a szakoktatás is, a szakképzés is. Ugyanis az elmúlt néhány évtizedben valóban az történt, hogy joggal a tudás, a felsőfokú végzettség fölértékelődött, és bizonyos mértékig a szakképzettség, azok az emberek, akik szakmunkát végeznek, vagy nővérek, azok minthogyha háttérbe szorultak volna. Mi ezt fölismertük jó néhány éve, és azért van egy tárcánál, mert ugyanolyan súlyú és fontosságú dolognak tartjuk azt, hogyha valaki kétkezi munkát végez, vagy valaki magasan képzett munkát végez. Ugye ma azt látjuk, hogy olyan gyorsan változnak a technológiák, hogy szinte élethossziglan kell tanulni. Ha megnézi az ember lövétén, régebben kaszával kaszáltak, és geremjével takartak, most meg már gépek járnak. De ugyanígy, hogyha elmegyünk borvidékekre, ott is már a szőlőt is szélesebben telepítik, hogy gépek tudjanak járni. Ugye ez más tudás kell. Ezért a szakképzésben dolgozók előtt én megemelem a kalapomat, hogy ők is állandóan képzik magukat, hogy újabb és újabb tudásra tegyenek szert. De ugye maga a szaktudás, a szakképzettség az nem elég. Az a helyzet, hogy meg is kell becsülni a munkát, tudni kell azt, hogy miért is dolgozunk, és ezért tanároknak, orvosoknak nagy feladata van abban, hogy ne csak
a munkának a fizikai vonatkozásait, hanem a lelki-szellemi vonatkozásait, a nevelési vonatkozásait is megtanítsák. És ezért nagyon örülök ennek a kezdeményezésnek, ennek az online iskolának, mert jelenleg még nincs bevált gyakorlata annak, hogy hogyan tudjuk ezt a tudást megosztani egymással. Ez egy rendkívül jó kísérlet, nagyon örülök, hogy az Edelényi Szakképzőintézet vállalta, hogy az itthoni tapasztalatokat Székelyföldön megosztva dolgozzunk együtt, és annak is örülök, hogy a pszichológia, a pszichiátria, tehát a tanulásnak a kognitív folyamatait, a tanulásnak és a nevelésnek a kognitív folyamatait is értő emberek bekerültek. Nagyon bízom benne, és a minisztérium mindent meg fog tenni, hogy támogassuk ezt a kezdeményezést. Sok szeretettel gratulálok. Hát ugye úgy van, hogy Romániában most úgy néz ki, hogy a magaviseleti jegyet kiveszik. Mert azt mondják, az iskola az oktat. Tehát nem akarnak, vagy nehezen boldogulnak a neveléssel. De hogy mondjam, rengeteg nehézség van ebből kifolyólag. Hát ezzel nap mint nap találkozol, nem tudom, te hogy látod, hogy lehetne jobbá simogatni, szeretni diákokat, gyerekeket? Ide jöve készültem egy kicsit, és fölhívtam az édesanyámat, aki pedagógus, és bár 87 éves, de szívében azt mondja, még mindig pedagógus, és megkérdeztem, hogy kinek a dolga a nevelés, hogy az iskolái csak az oktatás, hogy helyes-e az út, amit te mondasz, Atya, hogy Romániában ez van, és édesanyám azt mondta, hogy természetesen a gyerekek nevelése az a szülőknek a fontos feladata, de az iskolában is nagyon fontos a nevelés, és az iskola és a szülők egy közös koncepcióban, ha nevelik a gyerekeket, akkor lehet a lehető legjobbat és a legtöbbet kihozni belőle. És én ezzel maximálisan egyetértek, hogy egyikre sem lehet rásózni a nevelésnek a felelősségét, de közösen az iskola és a szülők nagyon sokra képesek. És aztán bejön még az online tér, amiről édesanyám nem beszélt, de a mai világban meg az online tér nagyon fontos, és én is nagyon örülök, hogy a nazareti iskola ez egy ilyen online térben fog megvalósulni, hiszen nagyon sokszor a úgynevezett virtuális tér neveli a gyerekeket, és azt gondolom, hogy ebben is kell egy nagy segítséget adni majd a gyerekeknek, hogy jól értsék a virtuális térből jövő irgalmatlan intenzív információ mennyiséget, úgyhogy több tétel lesz majd erről, több óra lesz majd arról, hogy hogyan is értsék jól a híreket, az igazságokat és a nem igazságokat, a valóságot és a virtuális nem valóságot, úgyhogy ebben szeretnénk majd előre menni. De a kérdésedre, hogy hogyan lehet jóra szeretni a gyerekeket, nekem is ez egy nagy kérdésem, én gyerekorvos vagyok és gyerekpszichiáter, családterapeuta, pszichoterapeuta, és a gyerekek bajban vannak ma, tehát utolsó pillanatban vagyunk, hogy ezt az iskolát elindítsuk és segítsünk a gyerekeknek, mert a legutóbbi 2021-es felmérés alapján minden hetedik gyerek mentális problémától szenved. Ez rendkívüli szám. 10 évvel ezelőtt ez 25% volt, ma 13%. És ha jobban belegondolunk, hogy miért is. Éppen a múltkor tartottam egy előadást, és arra készülve magam is meglepődtem, hogyha csak az elmúlt 3 évet nézzük, hogy mik történtek a gyerekekkel. 2019-ben talán emlékeztek, elindult egy mozgalom, a klímaszorongástól való félelem. Online térből áradt a gyerekekre ez a félelem, és megjelentek új kórképek a rendelőinkben. A klímaszorongás, az ökoszorongás, a gyerekek vágdosták magukat, motiválatlanná váltak. Nem az a dolgunk, hogy most mi igazságot teremtsünk, hogy valóban van-e klímavészhelyzet vagy nincs, de a gyerekek számára ez valóság volt, mert jött az internetről. És rengeteg gyerek motiválatlan volt, azt mondta, nem akar tanulni, nem akar gyereket, mert minek, hogyha megszűnik a világ körülötte. Aztán éppen, hogy a klímavészhelyzetben elindult egy nagy mozgalmak, 2020. januárjában elindult a COVID. Mi történt? 188 iskolában egy hét alatt, 188 országban, minden iskolában egy hét alatt lezárták az iskolákat. A gyerekek otthon maradtak, otthon ragadtak. Nagyon sok gyereknek ez pozitív volt, aki jó családokban ragadt otthon, de akik nem. A családon belüli bántalmazás, a pornográf tartalmak nézegetése, a szorongás, a kétség, a gyerekeknek a szabadidejének a struktúrálása, hogy nem tudtak sportra járni, nem tudtak iskolába járni, mind
újabb korképeket hozott, a szorongást, a depressziót, megint a motiválatlanságot. És a világ gazdasági fóruma, ami januárban ugye Davosban szokott lenni, az egyik legnagyobb globális rizikónak most a fiataloknak a mentális egészségét és a fiataloknak a kiábrándultságát látja. Én ennek azért örülök, mert nagyon komoly érveim a kormányzat irányába, hogy őrülten kell foglalkozni, baromira kell foglalkozni a gyerekeknek a mentális egészségével, és akkor gondoljuk végig, hogy a Covid-ból éppen a negyedik hullámban már föllélegeztek volna gyerekek, újra mehettek iskolába, és megjött az orosz-ukrán háború. És akkor itt van a szomszédban a háború, és megjelent egy újabb tartalom a rendelőinkben, a menekülés, a háborútól való félelem, a vészhelyzet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha csak az elmúlt 3 évet nézzük, a gyerekek olyan elképesztő kihívások vannak, voltak kitéve, amiben rendkívül nagy segítség van a mi józan, okos, iránymutató és a gyerekeket jóra szerető struktúrált názáreti iskolánknak. Az egyik nevelő, hát szinte mindegyik, hogy hát a gyerek nem akar tanulni. És az egyikkel leültem, és mondtam, mi nem akarsz tanulni? Azt mondja, papbács, amikor maga diák volt, akkor nyakon verte, vagy az anyja, vagy a tanárnéni, és akkor maga muszáj volt tanulja. Mondom, kicsi szívem, én nem azért tanultam, mert féltem, hanem érdekelt, kíváncsi voltam, vajon oda mi van leírva. Hát én is azt látom, egyik nagy problémája a mi nevelőinknek, de gondolom a többi nevelőszülőnek is ugyanezzel a gonddal, Magyarországon is közel 20 000 nevelő szülőknél lévő gyerek van, tehát ezek biztos, hogy mindennapi problémák, hogy lehet motiválni, hogy lehet bíztatni, és hát azért kértelek, hogy gyere segítsél, mert én úgy látom, hogy a te iskolátokban a gyerekek izgatottan mennek órára, és figyelnek, és valamilyen szinten motiváltak. Igen, igen. Nagyon fontosnak tartom a motivációt. Csaba testvértől hallottam azt a mondatot egy alkalommal, hogy az egyik gyermek ült az asztalnál, mindenki elvett jó ízűen, ő nem akar tenni. És Csaba testvér megkérdezte tőle, hogy miért nem eszel? Hát mert nem bíztatnak. A bíztatás, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. A legfőbb bíztató az maga a pedagógus. Én azt gondolom, hogy a pedagógusnak kell a személyiségével bíztatni a gyerekeket. Ezért gondolom azt, hogy nagyon fontos a jelenléti oktatás. Nagyon fontos az, hogy a pedagógusaink tudják azt a hitet átadni a gyermekeknek, ami bennük van. Miniszter úr említette lövétét, én Kászonaltízen jártam a feleségemmel, és ott az iskola falára van egy csodálatos mondat írva, hogy olyan a tudás vallásosság nélkül, mint a fény láng nélkül. Világít, de nem melegít. Én ezt nagyon fontos dolognak tartom, hogy pontosan arra utalva, hogy szorongás, klímaszorongás, fertőzésszorongás, háborútól való félelem, adjuk meg azt a hitet a gyerekeknek, hogy igenis tovább lehet menni. Nem jött el a világ vége, a Jóisten tovább akarja teremteni ezt a világot. Én fontosnak tartom, hogy nekünk ezen az úton menni kell a gyerekeinkkel együtt. És a pedagógus tudja vinni. Mi az iskola feladata? A változások nyomon követése. De hogyan tudom jól nyomon követni a változást? Hogyha megnézem minden egyes szegmensét, és rámerem bízni a gyerekre és a pedagógusra ennek a teljes létét, azt a biztonságot, amelyet egy pedagógus tud sugározni. Én azt hiszem, hogy ez a kiinduló pont. Miért érzik jól nálunk magukat a gyerekek? Mert valami jó íz társul a nevelés és az oktatás folyamata mellé. Mi ez a jó íz? Az, hogy a gyerek mer mosolyogni. Az, hogy merjük belőle kiszeretni a jót. Enélkül nem fog menni. És ez egy alapvető feladat, én úgy gondolom. Azt hiszem, hogy az ember 2 lábon áll, ha jól tudom. Hogyha 1 lábon áll, akkor elfárad. Mi az egyik láb? Az egyik láb az erkölcsi láb, amely már 2000 éves múltra tekint vissza. A másik láb pedig a 21. században alkalmazható korszerű tudás. Ezt a kettőt kell nekünk megadni. Egy iskola akkor jár jó úton, legyen az óvoda, nevelési intézmény, általános iskola, középiskola, gimnázium, egyetem, hogyha ezt a 2 lábat tudja biztosítani. Enélkül a 2 láb nélkül elkezdünk billegni. Ideig, óráig állhatunk egy lábon, de nem fog menni, el fogjuk veszíteni az egyensúlyt. Na erre az egyensúlyra kell nekünk törekedni. Ugye úgy van, hogy egyik diktatúrából sodorodunk a másikba. Volt fasizmus, aztán volt kommunizmus, és most úgy érzem, az érzelmek diktatúrája van, hogy nem tudunk ellenállni a vágyainknak, pillanatnyi hangulatainknak. Tehát, hogy mire gondolok, hogy az egyik kollégánk nálunk végzett, fölhív, hogy a iskolába fölhívták, mert a gyerek első osztályos kislány
nem ment be az órára, egymás után három órára. Kindül a hintán, és nem hajlandó tanítóninivel hát kommunikálni. Na hát mi volt a gond? Hát, hogy szerelmes. És ő bizony, hát szerelmi szájon is csókoltam. Tanítónéni ezt kifogásolta, és a kislány úgy meg felháborodott, hogy hát ő neki az ő szívét így összetörik, hát akkor ő nem is megy be többet az órára. Úgy látom, hogy ez egy nagyon sokfelé, tehát régen nem volt nálunk olyan gyerek, az, hogy ő nem megy iskolába, mert nem akar menni iskolába. És akkor ilyenkor a szegény pedagógus felhív, hogy mit lehet csinálni. Én felhívom a megyei gyermekvédelmi központot, mit lehet csinálni. Mindenki hümmög, és nagyon nehéz, hát hogy mondjam, a problémát megoldani. Tehát, hogy a miniszter úr annyit Isten kegyelméből ide-oda eljutott, ugye most Japánba volt, aztán Kínába, nem tudom, más országokban is ilyen nehéz, hogy mondjam, a gyerekeket na jóra, szépre inteni, vagy ottan, hogy láttad, hogy... Elmondok egy konkrét példát, engem is nagyon megdöbbentett. Találkoztam egy most olyan 35 év körüli az egyik legsikeresebb japán művésszel, aki 11 éves koráig Abu Dhabiban élt, mert a szülei valamit ott csináltak, és 11 éves korukban hazatértek Japánba, és ez a fiú, ez nagyjából 15 éve történhetett, súlyos depresszióba esett, olyan pánik betegségbe esett, hogy nem hogy a lakásba tudott volna járkálni, a szobájából nem mert kimenni. És az ok az volt, hogy Abu Dhabiban volt egy rendezettsége a társadalomnak. Tehát mindenki gyakorolta a vallást, ugye ez egy muzulmán ország, viszonylag rend volt, mindenki tudta a helyét. És megérkezett haza Japánba, és azt mondta, azt látta, hogy mindenki csak a pénz és a vágyai után fut, és nem talált kapaszkodót otthon. 11 évig volt otthon. Nem tudott kimenni. És aztán szép lassan kitalált magának, online járt egyetemre, szép lassan kitalálta magának, hogy ő a gyógyszernek, a megoldásnak a szépség megtalálását tekinti, és most különböző technológiákkal, virágokat, mindenfélét fest. Na most, az ő esete nem egyedi. Irtózatos tömegek vannak Japánban, akik ilyen pánikbeteg, vagy nem tudom orvosilag, hogy mondják, olyan erős szorongások, hogy nem tudnak kijönni a lakásból. Voltam egy olyan avatár kávéházban, ahol ilyen kicsi robotok vannak, mikrofonnal és kamerával, a robot az rám néz, és olyan emberek beszélnek, akik otthon vannak, nem bírnak kijönni, és a japánok azt találták ki, hogy mégiscsak legyen valami társadalmi kommunikáció, valami társas érintkezésük legyen. Nekem pont egy olyan hölgy jutott, aki a saját lányával van otthon. Tehát az, amit mi éltünk 3 évig a Covid alatt, azt ők élik 15 évig, hogy valaki hozza a zöldséget, a tejet, vagy nem tudom, az élelmiszert, és otthon ülnek. Japánban a japán népesség zuhan. A termékenység ráta olyan 1,2 körül van, pedig 2 kellene. De Korea, amelyik az egyik legsikeresebbnek gondolt társadalom a PISA-teszteken, tehát a gyerekeknek az olvasási, matematikai képzettségét vagy szintjét fölmérő teszteken mindig elő vannak. Innovációs listákon elő vannak. Gazdasági növekedésben elő vannak. És a termékenységi ráta 0,8. Tehát amit mondott igazgató úr, ha nincsen meg az egyik láb, az erkölcsi láb, akkor bármilyen jó lehetek technikailag, üres lesz az életem, és nem akarom átadni, és ez kitörhet ilyen pánikbetegségekben. Ennek az avatár kávézónak a tulajdonosa is úgy merészkedett elő 10 év után. Nem akarok ilyen csúnyákat mondani, de Japánban a gyerekgyilkosság is nő. Így van. Tehát tragikus, hogyha nem tudjuk kezelni a modernitásnak, az új technológiáknak a betörését az életünkbe,
akkor baj lesz. Ezért értek egyet azzal, hogy mennél inkább részvétele, személyes részvétele zajló oktatás kell. Az online oktatás nem tudja pótolni. Az evolúciós pszichológusok azt mondják, hogy az ember legmélyebben élő igénye az a kötődés iránti igény. A kötődés pedig együtt jár az érintéssel. Így van. Egyszerűen ezért vagyunk emberi lények. És ezt én azt javaslom, például ez ugye online lesz, de azok, akik a nevelők, mindenképpen fontos, és hát Csaba testvérnek számos ilyen története van, amikor egyszerűen egy ölelés, persze nem csak egy, hanem több alkalommal foglalkozás az emberrel, az fölold olyan görcsöket, amit elsőre szavakkal föl se tudunk oldani. A keleti ember orvos tudománynál azt mondják, hogy nem azért kapja az orvos a fizetést, mert meggyógyít valakit, hanem hogy egészségbe tartsa. És én azt látom, hogy rengeteg energiát fektetünk a, hát mondjam, kisiklott gyerekek helyrehozatálával. Most a pedagógusoknak, ugye a nevelő szülőinknek pont az lenne a dolguk, hogy ne csúszson ki a gyerek, hogy lehetne megelőzni, prevenció, tehát hogy egyáltalán ne is legyen gyermek pszichiátriára szükség, nem tudom, hogy olyan évek óta dolgozol ezen a kérdéssel, nem tudom, te ezt hogy látod, hogy tudnánk ezt elérni? Hát az, hogy ne legyen a gyerek pszichiátriai szükség, ez nagyon komoly utópia, mert hogy soha nem volt olyan nagy szükség rá, mint most. És azt gondolom, hogy egy teljes koncepcióváltás az, ami ide el fog tudni minket hozni. De ebben a pillanatban, és nagyon érdekes volt ez a japán történet miniszter úrtól, mert hogy én a Semmelweis Egyetemen tanítok, és éppen tegnap volt az angol évfolyamnak egy órát tartottam, és arról beszéltünk, hogy mely országokban hogyan alakul a gyerekek mentális egészsége, és pont beszéltünk a japánnak erről a rettenetes válságáról, amiben ezek a hikomori vagy száradó virágok otthon ülnek 30 éves korukig, online szexelnek, online mondanak érzelmeket, rendelik az ennivalót, és döbbenetes az, hogy az egyik legolvasottabb vagy legnézettebb online oldal az, amikor egy japán diák eszik, és 6 millióan követik, hogy együtt egyenek. Ez olyan utopisztikus, rémes világ, hogy mindenki a gépe előtt, és 6 millió gyerek eszik együtt online módon. Ez a borzalom, ez a vége a világnak. És én is azt gondolom, hogy kezdjük a kötődéstől. Tehát minél többet fektetünk be a kötődésbe, a korai anyagyerek kapcsolatba, annál több lesz a megtérülési ráta. Ez egy abszolút egyszerű Hickman-féle egyenlet, 0-tól 3 éves korig, ha befektetünk a korai anyagyerek kapcsolatba, a korai apagyerek, a család a gyerek kapcsolatába, akkor onnantól kezdve sokkal egyszerűbb lesz a gyereknek, mint később kamaszkorában. Nagyon fontos tény az is, hogy a pszichiátriai betegségek 50%-a már 16 éves korban elkezdődik, vagy 16 éves kor körül. Magyarul, hogy későbbiekben ne legyenek mentális betegséggel küzdők az országunkban, ahhoz vagy a hazánkban, ahhoz nekünk nagyon komplett és komprehenzív gyermekpszichiátriai ellátást, gyermekpszichológiai ellátást kell biztosítani. És ez nem a gyerekpszichiátereknek a feladata, hanem a szülőké, a pedagógusai, a társadalomé, a miniszteré, aki azt mondja, hogy fontos neki, és itt ül most velünk, és arról szól, hogy fontos a gyerekek jövője. Hiszen ha jobban meggondoljuk, akkor a gyerekek a mi jövőnk. Nem véletlenül a fogyasztói társadalmakban, minden országban nagyon komoly gyerek mentális egészségmentő programok vannak, mert az egészséges életév veszteségek számát, ami szintén egy egészség közgazdaságtani mutató, de hát ezeket kell használjuk, hogy érveljünk, hogy miért fontos valamit támogatni. Az újszülöttkori betegségek után a mentális betegségek azok, amik leginkább egyelik a gyermekek egészségét. És ez egy nagyon komoly társadalmi koncepció kell, hogy legyen, onnantól kezdve, hogy mik mehetnek videón, hogy az iskolában milyen üzeneteket adunk, hogy hogyan tanítsuk az iskolában a mentális betegek felismerését, a mediációt, hogy hogyan beszél egymással két gyerek, hogy meg tudjuk az iskolai bántalmazást előzni, meg tudjuk az online bántalmazást előzni,
Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy rendkívül komplex feladat, amit akár most elkezdünk, mert én azt vallom, hogy ha már egyet is megmentünk a legkisebbek közül, akkor a világot mentjük meg. Szóval, ha most így a nevelőknek tudunk abban segíteni, hogy észrevegyék, amikor Dévára is elmentem hozzátok, és ott voltak a nyitott szemű nevelők, és akartak hallani arról, hogy mi is a mentális betegség, meg hogy az a gyerek lehet, hogy nem csak rossz gyerek, hanem hiperaktív gyerek, vagy lehet, hogy bántalmazott gyerek, hogy ezeket fölismerve nem mérgességgel vagy haraggal reagálnak egy-egy gesztusra, hanem megpróbálják a mögöttes tartalmakat megérteni, és ilyen módon egy jóra szeretni a gyerekeket. Én ezt láttam, hogy nálad is a nevelőknek nagyon nagy nyitottsága volt erre, és én ezért csatlakoztam, és örömmel vállaltam a szakmai vezetését ennek a názáreti iskolának, mármint hogy a mentális részének, hiszen igazgató úr csinálja az oktatási részt, én a mentális és a nevelési részt kell, hogy végig gondoljam. De hogy ezért látom nagyon fontosnak, hogy nyitott szemű emberek várják a segítséget. Tehát nem rosszak, akik nem értik a helyzetet, csak esetleg tájékozatlanok, és én abban hiszek, hogy ezzel a tájékoztatással, amit most adunk, ezzel a neveléssel, oktatással, szülők iskolájával, nevelők iskolájával rendkívül nagyot fogunk lépni a társadalom mentális egészsége irányában. Moldvában voltam, és egy 6 gyerekes családnál, és egy 5-es fiúcska elég elellen volt. És az anyukája ránézett, vagy 2-szer, 3-dik szó, azt mondta, ma egyedül fogsz aludni a tiszta szobában. Olyan csend lett, gyerek helyre rakta. Tehát a közösség, a találkozás, az együttlét, az biztos, hogy nevelő jellegű, és nekem annyira tetszett, hogy nálatok az iskolát nem zárják be. Még este későn is ott vannak a gyerekek, hogy mondjam, amúgy Józsi Torna tanár, és mindenféle ilyen mászófaltól elkezdve minden van, de hogy el tudod érni azt, hogy az iskola az nem egy jaj, de rossz dolog, hanem hát délután is ott vannak, és vakációban is ott vannak a gyerekek, és nem tudom, egy pár szót erről szólnál-e? Igen, köszönöm szépen. Pál apostol mondja, hogy Krisztussal dicsekszem, én pedig a kollégáimmal dicsekszem, mert fantasztikus munkatársaim vannak. Hogy utaljak vissza miniszter úr által elmondottakon keresztül arra, hogy amikor az online oktatás volt, akkor mi naponta 5 online órát tartottunk a kollégáimmal. És az órák végén 1-től 8. osztályig bezárólag kőkeményen az volt a legfontosabb, hogy az utolsó 10 percben a gyerekek tudjanak egymással beszélgetni. Összekapcsolta őket minden kollégám. És bizony volt olyan gyerek, aki sírt, ezt meg tudják erősíteni a kollégáim, hogy nem találkozhatnak. Szóval mennyire fontos a találkozás. És egy másik dolog, amit még itt szeretnék most, mielőtt erre rátérnék, elmondani, hogy ugye a cipősdoboz akció az mindenki számára ismert, amikor gyűjtünk. Mind a feleségem óvodájában, mind a mi iskolánkban az volt a legfontosabb, hogy amit összegyűjtöttünk, azt ne elküldjük, hanem elvigyük. Mert mindannyiunk számára azt hiszem a legnagyobb ajándék a találkozás. Az, hogy mi egy asztalnál ülhetünk, az egy óriási ajándék, maga a találkozás, a személyes jelenlét. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb ebben. És hogy mit csinálunk az iskolában? Igen, mi azt próbáljuk megtenni, hogy a gyerek találjon örömet ebben az iskolában. Minden gyerek szeretne a középpontba kerülni, minden gyerek szeretne a kör közepére állni, mindenki őt tapsolja. Ha nem tud jó dologgal, akkor rossz dologgal fog oda kerülni. De akkor ő van egy kicsit a figyelem középpontjában. Ezért falat mászunk, sziklát mászunk, rollerezünk, különböző robotikai foglalkozásokon veszünk részt, annak érdekében, hogy mindenki találja meg a maga oldalát is. És legyen meg az a lehetőség, hogy valamiben ki tudjon teljesedni. Ha valaki nem tud kiteljesedni, benne marad az a talentum. Nekem pedig azt gondolom, hogy ezzel kell elszámolnom majd a Jóisten előtt. Én úgy gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy ezeket az irányokat jelöljük ki. És ez pedig a pedagóguson múlik. Ha a pedagógus jó irányba viszi a gyermekeit, akkor abból egy gyümölcsöző kapcsolat lesz, és annak a gyümölcsét, amit a gyermek megterem, abban benne van maga a pedagógus is. Pici magban, de ott van. És én azt gondolom, hogy ebben kell nekünk előre menni, ebben kell példát mutatni, és remélem, hogy ebben az online oktatásban az én kollégáim ebben tudnak majd erőt mutatni, ebben tudnak majd tanácsokat adni, nem csak a nevelőknek, hanem akár a szülőknek is azzal, hogy hogyan tudják a tanítás-tanulás folyamatát majd végigkísérni otthonról. Mindenkiben él, minden szülőben él egy kép arról, hogy milyen volt az iskolai oktatása.
Ma ez már nem igaz, teljesen megváltozott. Ma már 3D-ben nyomtatunk az iskolánkban, mert az a kőműves, aki most még fanglit, meg különböző eszközöket használ, az majd, amikor kikerül 2040 környékén a munkaerőpiacra, lehet, hogy már egy nagyobb 3D nyomtatót fog vezérelni ahhoz, hogy egy házat ki tudjon nyomtatni. Tehát ebben kell nekünk a gyermekeket felkészíteni. Amit most adunk, az nem a jövő, hanem egy kicsit a múlt. De nekünk mégiscsak ebben kell megtalálni azt a teret, amiben ő fel tud készülni az egész élet hosszantartó tanulásra. Egy iskolának ez a feladata, amellett, hogy ad egy erkölcsi alapot. És még egy dolgot hogy említsek meg, hogy a sok-sok nehézség mellett, ami a gyerek lelkében, meg a pedagógus lelkében benne van. A feleségemet a holnapi napra elhívták Kárpátaljára egy szakmai nap megtartására. És kérdezte a feleségem, hogy ez akkor legyen egy kis lelki? Nem, ők szakmát szeretnének. Ők azt szeretnék, hogyha a legújabb szakmai innovációkat az óvodában be tudnám mutatni. Akarnak. Nincs a világnak vége. Megy előre, megy tovább. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy nincs végszó, hanem egy új kezdet van. 2000 évvel ezelőtt, ugye menj el, hogyha mondta Jézusnak, hogy fiam, menj el, nézzék, ezek piacon adják, veszik egymást, háborúznak. Meg kéne tanítani nekik a szeretet parancsát, és Jézus nem azt mondta, hogy mennyi, hogy ezeknek, hát úgyse fogják megérteni, hanem mert közénk jönni. Hitte azt, hogy igen, az emberiség képes megtanulni jó testvérekként, szeretetbe, békébe élni. Hát azt gondolom, mi keresztények ezt a jézusi hitet szeretnénk továbbvinni, és én nagy-nagy szeretettel köszönöm, hogy a miniszter úr is, meg hát a kedves professzor asszony is, meg igazgató úr is, tehát ebben segít, és hát most kell kitalálni. Én azt gondolom, erre rettentően nagy szükség van, tehát nem annyira jogi formulákat szeretnék tőletek kérni, hanem hogy merjék a kollégáim elmondani azokat a nehézségeket, amikkel küzdenek, és hogy hát egy jó munkacsapat, amelyik keres választ, hogy lehetne ezt megoldani, és hát lelkem mélyén azért úgy remélem, hogy előbb-utóbb, hogy van asztalos, meg kőműves, meg mit tudom én, pék szakmát, ahogy tanítsák, hát ugyanúgy a nevelőszülőket is, tehát egy ilyen komoly hát képzésnek felkínálhatnánk nekik. Tudom, hogy van egy sok kollégánk hosszan járt, de ez inkább jogi formulákat tanítanak meg, hanem konkrétan, hogy a lelkét annak a gyereknek hogy lehetne a napra, a fényre kivinni. Na hát, hajrá, hát. Szép. És ha lenne csengő, megcsengetnénk, és a kollégáknak, meg mindazoknak, akik kíváncsiak, hisz nem akarjuk mi ezt zsákba rakni, vagy hogy mondjam, asztalat, ami tudásatokat mi tartóra szeretnénk rakni, hogy mindenki, aki hát a házba bejön, az gyönyörködjön a hát itt tudásatokba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, és hát jó tanulást kívánunk a jövendőbeli nem gyerekeknek, mert mi felnőtteknek szeretnénk továbbképzést tartani.